Óvodát újítottak fel, és egy új bölcsődét építettek. Idén tavasszal egy ipari park kialakítása kezdődött el, ezekben a hetekben pedig belterületi kerékpárutat építenek Nyírbogáton. Többek között ezeknek a fejlesztéseknek köszönhető az, hogy Magyarország köztársasági elnöke szeptember 1-jével várossá nyilvánította a települést. Ezt a napokban Nyírbogát tornacsarnokában közösen ünnepelték meg a helyiek. A városi cím elnyerése nagyszerű és méltó elismerése az itt élő emberek munkásságának. Valljuk, hogy ez a megtiszteltetés ennek a közösségnek, a több évtizedes munkájának az eredménye. Célunk, hogy Nyírbogát az itt élők számára jelentse az otthont, és egy szerethető kisvárossá váljon Nyírbogát. Mi itt továbbra is azon dolgozunk, hogy minél kényelmesebb, minél jobb és komfortosabb, minél harmonikusabb környezetben éljünk. Román István kormány megbízott arról beszélt, Nyírbogát az utóbbi két évtizedben akkor is stabilan működött, amikor a legtöbb önkormányzat adósságokkal küzdött. Mint mondta, az itt élők és az önkormányzat felelősségteljes, áldozatos munkája eredményezte ezt a címet. Nyírbogát várossá válása azt üzeni mindannyiunk számára, hogy van értelme a mindennapi igyekezetnek. A helyiek rengeteget dolgoztak azért, hogy Nyírbogát várossá váljon. Ezért egy régi álmuk teljesülhetett. Így hát azt üzenik önök mindannyiunk számára, hogy van értelme tervezni, van értelme dolgozni, van értelme minden reggel felkelni és a céljainkat megpróbálnunk elérni. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője, Nyírbogát egykori polgármestereként különösen büszke arra, hogy a település városi rangot kapott. Hozzátette, felelősséget is jelent az elismerés. Az itt élők tenni akarnak a térségükért, tenni akarnak a településükért. Az elmúlt évtizedekben Nyírbogát óriási léptékben fejlődött. Kiépültek a közművek, megújultak a közintézmények, megerősödtek a település közösségei, s a célt, a városi cím megszerzését, amit két évtizede magunk elé tűztük, rengeteg segítséggel most teljesítettük. Novák Katalin családügyi miniszter nyújtotta át a város kulcsát és a várossá avatást jelentő díszoklevelet Nyírbogát polgármesterének. A tárcavezető beszédében hangsúlyozta, Nyírbogát elmúlt 20 évben mutatott fejlődése és a település demográfiai mutatói egyaránt hozzájárultak ehhez a mérföldkőhöz. Azt ünnepeljük a mai napon, ami az elmúlt 20 évben hozzájárulhatott Nyírbogát fejlődéséhez. Itt is örülhetünk annak, és büszkék lehetünk arra, hogy mind többen mondanak igent az életre, hogy mind többen mernek családot alapítani, gyermeket vállalni. Itt is olyan örömteli volt úgy bejönni, hogy láttam a pici gyermekeket, vagy a gömbölyödő pocakokat, látni azt, hogy Nyírbogáton is egyre több a házasságkötéseknek a száma, kevesebb a válás, eközben csökken a terhesség megszakításoknak a száma, és egyre többen vállalnak gyermeket. A 3100 lelkes Nyírbogát Magyarország 348. városa.